Szakító próba az apa szemszögéből. Ezzel a címmel indítunk, és dr. Szőrönnát üdvözlöm itt a műsorban. Jó napot kívánok! Hogyan él meg egy apa egy szakítást, egy válást? Nagyon nehezen élik meg az apák a szakítást, mégpedig azért, mert általában a gyerekek az édesanyánál maradnak, még mindig igencsak anyaközpontúak a bíróságok. Amit el lehet érni, az a közös felügyeleti jog gyakorlása, közös szülői felügyeleti jog gyakorlása, de igen kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Nagyon gyakran az van, hogy az édesanyánál van a gyermek, és két hetente láthatás. Ezáltal a gyermek szemszögéből egy elvált apa lehet jó apa? Lehet nagyon jó apa, arra kell törekedni ilyenkor az apáknak, hogy nagyon tartalmassá tegyék azt az együtt töltött két napot. Általában két hetente két napot kapnak az édesapák, de az legyen óriási élmény a gyermeknek, és ne arról szóljon, hogy esetleg az édesanyát bántják. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy egy természetes versengés alakul ki a két szülő között. Sajnos egy természetes versengés, egy rivalizálás alakul ki a szülők természetes, között. Természetes? Ez normális ez? Normálisnak mondható, ugyanakkor nem egészséges. A gyerek szempontjából nagyon rossz, mert a gyerek taktikázni kezd, és azt mondja, hogy akkor most mind a kettőből le lehet húzni a legjobbat, tehát a gyerek maga versenyezteti a szülőket. Ki csinál jobb programot, ki vesz szebb ajándékot, kinek szebb a karácsonyfája, és akkor sorolhatnám a születésnapi tortától kezdve mindent, amit ilyenkor elő lehet hozni. Tehát meg kell találni a helyes mértéket, hogy anyagilag ne licitáljanak egymásra, viszont amiben lehet egymásra licitálni, a programszervezés. Az mindenképpen hasznos, és mindenképpen a szülők legyenek következetesek, tehát olyan soha ne forduljon elő, hogy apánál nem kell tanulni, vagy anyánál nem kell tanulni. A kötelességet teljesíteni kell minden esetben, és a szabadidős programok legyenek nagyon tartalmasak, szépek. Én úgy érzem, hogy minden esetben sérül a gyerek, mármint hogyha a válás során. Tehát hogyha ha az apánál marad, ha az anyánál marad, ha nem látja az apját, ha látja az apját, minden téren sérülhet. Hogyan csökkenthető ez a legkisebb mértékre ez a sérülés? Nagyon jól mondja, hogy mindenképpen sérül a gyermek, hiszen felvetődik a kérdés, hogy hol az otthona. Hol van otthon? A régi házban, ahol együtt éltek, vagy az új otthonban, ahol apával vagy anyával él együtt, tehát nem lehet tudni, hogy egyáltalán hol érzi magát igazán otthon. Legjobb az, ha mindenütt biztonságban érzi magát, tehát akkor esetleg lehet úgy kommunikálni, hogy neked most már két otthonod is van, és akkor még nem beszéltünk a nagyszülőkről, az apai és anyai nagyszülőkről, ahol megint csak otthon érezhetik magukat. Tehát a sérülés sajnos elkerülhetetlen. Itt a sérülés minimalizációjára van szükség, tehát próbáljuk meg a legkisebb stresszel, legkisebb feszültséggel nevelni ilyenkor a gyermekeinket. Mit érez a gyermek, amikor nincs vele az apukája? Mindenképpen hiányérzetet érez, tehát a gyermek ösztönösen szimmetriára törekszik. Tehát egy normális családban van egy édesanya, egy édesapa, és vannak testvérek. Na most, hogyha ebből valami hiányzik, lehet valaki egyke, és a szülők együtt vannak, ez még talán a jobbik eset, de amikor valaki hiányzik a családból, nagyon gyakran előfordul, hogy a gyerek például kitesz egy tányért a hiányzó szülőnek. Ezzel fejezi ki azt, hogy igenis neki ott a helye a családi asztalnál. Ilyenkor okosan el kell magyarázni, hogy gyermekem, nem tőled vált el édesapád vagy édesanyád, hanem tőlem. Téged ugyanúgy szeret. És mi a helyzet akkor, amikor az anyukának vagy az apukának lesz egy új párja? Ezt hogyan lehetne elmagyarázni a gyermeknek? Nagyon nehéz helyzet, amiről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy csak akkor szabad egy új párt bevinni a gyermek életében, amikor az már biztosnak tűnik. Nem mondom, hogy egy életre szól, mert manapság sajnos nem mondhatjuk azt, hogy egy házasság vagy egy párkapcsolat, élettársi kapcsolat egy életre szól. Ugyanakkor legalább, amikor már stabillá válik, amikor úgy érzik, hogy hosszú időt el tudnak egymással tölteni szeretetben, békességben, csak akkor szabad bevinni a család életében. És ha hamarabb, akkor mi történik? Az a baj, hogyha hamarabb beviszik, és mégsem válik véglegessé, akkor a gyerek megint csalódik. Tehát elveszti az édesapját, vagy az édesanyját, de mondjuk most a férfiak szakításáról beszélünk, tehát mondjuk azt, hogy az édesapját, utána esetleg elveszi azt az embert, akit megszeret, nem úgy, mint az édesapját, de mint a nevelőapját.
Na most az apukák, hogy cserélődnek három évente, vagy esetleg még gyakrabban, akkor az nagyon komoly lelkisérülést okoz a gyermeknek. Hogyan fog ez megjelenni később a gyermeknél? Attól függ, van, aki ugyanilyenné válik, és cserélgeti később a partnerét, van, aki túlkompenzál, és azt mondta, hogy már pedig én olyan leszek, hogy holtamiglan, holtáiglan. És én nem akarom, hogy a gyermekem úgy nőjön fel, ahogy én felnőttem, elvált szülők gyerekeként csonka családban, hanem én bebizonyítom, hogy léteznek normális, tradicionális családok. Hát innen is látszik, ugye, hogy mindenképpen sérül akkor a gyermek. Tehát az a legjobb, hogyha nem válnak el a szülők. Én azt mondom, hogy próbáljanak a házaspárok toleránsak lenni. Nem szabad rögtön felugrani. Tehát nem, ha valaki kimondja azt, hogy holtomiglan, holtáiglan, akkor próbálja ezt nem divatból kimondani, vegye komolyan, és próbálja meg egy picit azt a tűrés küszöböt másképp átállítani. Tehát nem akarok senkinek az életébe beavatkozni, hogy mi az, amit még el lehet tűrni, és mi az, amit már nem lehet eltűrni. Persze. De úgy érzem, hogy nagyon individualistává vált a társadalom. Mindenki önmegvalósít. Próbáljuk egy picit magunkat félretenni a gyermek érdekében. Hiszen ha gyermekünk van, akkor ő a legfontosabb. Ez így igaz, és ez tökéletes záró mondatnak is. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen a lehetőséget.